A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm a nézőket. December 6-a van Miklós és Nikolett névnapja. 955 éve Székesfehérváron királlyá koronázták első Béla herceget, aki testvérével első Andrással vívott háborút a trónért. 1665. december 6-án megszületett gróf Bercsényi Miklós kuruc hadvezér, második Rákóczi Ferenc főhadparancsnoka. 23 éves Svájc lakossága népszavazáson elutasította az EU-hoz való csatlakozást. Most következzenek a nap legfontosabb hírei. Meggyúlt a második gyertya az adventi koszorún. Megkéseltek három utast a londoni metróban. Rendkívüli biztonsági intézkedések és szigorítások számos országban a terror cselekmények miatt. Megérkezett a Mikulás, és futásnak is eredt. Advent második vasárnapja van, amelyet bronz vasárnapnak is neveznek. A koszorún a három lila és egy rózsaszín gyertya közül már kettő ég. Az adventi időszak felkészülés Jézus Krisztus születésére, karácsony ünnepére. Egy hete kezdődött az adventi időszak, vasárnap meggyújtották a második gyertyát is. Ez mutatja, hogy egyre közelebb van az Úr eljövetele. Örömmel és hittel várjuk segítséget, Úrunk Jézusunk, így köszöntünk téged. A gyerekek adventi verseket szavoltak, így kezdődött a vasárnapi szentmise a Szabadkai Munkás Jézus templomban. Már évek óta a fiatalokkal együtt gyújtják meg az adventi koszorú újabb gyertyáját szombat este vagy vasárnap reggel. Ezáltal ők is jobban megérzik a készülődés fontosságát. Lehet ünnepelni Jézust. És akkor meg így még kedves is hozzánk, mert ad nekünk ajándékot. De nem az ajándékon múlik, hanem hogy szeressük, azon múlik. Nem, hogy csak ajándékot adjon, hanem hogy így simán így imádkozzá neki. Az adventi időszakban várakozunk az Úr eljövetelére, készülünk karácsony ünnepére. A négy vasárnap és az ehhez tartozó hétköznapi különleges mise szövegek is ebben segítik a hívőket. A Jézus születésnek az eljövetele. Nagyon szép ünnep. Már ugye az advent első vasárnapjától végig, amíg az advent negyedik vasárnapja, vagyis a szent este, hogy megszületik a kis Jézus. Sütünk, főzünk, készülődünk, de a legfontosabb az, hogy ugye a templomba jövünk. Már előtte is vannak ilyen imák, és elvégezzük a gyónásunkat, az áldozásunkat, általában mindig karácsonykor is, és úgy, hogy akkor öröm a gyerekeknek, készítsük az unokáknak, gyerekeknek készítsük az ajándékokat, és akkor a család külföldről is mindenütt ebben az időszakban mindig együtt van. E világi elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban Szent Fiaddal. A karácsony ünnepélyességét a népszokások is próbálják előrevetíteni a kertvárosi plébános szerint. A betlehemezés az, ami luccanap után elindul, már ott, ahol még megtartották ezt a szokást, vagy faluhelyen még egy-két helyen létezik itt nálunk a Bácskában és a Szentcsaládi járás, amikor a szálláskereső Szentcsalád ájtatosságot végzik el. De nálunk itt a templomban, és minden katolikus templomban az adventi koszorú az, amely egy picit érdekessé teszi, különlegessé teszi a szentének a díszítését. A lila szín használata a liturgiában, ami a bűnbánat, az időszak bűnbánati jellegére hívja fel a figyelmet. Jövő vasárnap lesz az adventi örvendezés napja, amikor a koszorú rózsaszín gyertyáját gyújtják meg. Ekkor idézik azt a szentírási szakaszt, amely arról szól, hogy örvendezzünk, mert az Úr már közel van hozzánk. A katolikus egyház december 6-án emlékezik meg Szent Miklós püspökről, aki nagylelkű és bőkező feleboráti szeretetével a karácsony előhírnöke. Mürai Szent Miklós a katolikus és a görög-keleti egyházak szentje. A tengerészek, a kereskedők, az illatszerészek, a gyógyszerészek, a zálogházak, a gyermekek, a diákok és általában minden nehéz körülmények között élők védőszentje Oroszországban, Görögországban és Szerbiában. Magyarországon a pálinka főzők és Kecskemét város védőszentje. Életéről több legenda ismert, ezekből alakult ki a Mikulás személye is.
Ma kezdődik a Hanuka, az egyik legnagyobb zsidó örömünnep. A hívők 8 napon keresztül a jeruzsálemi templom visszafoglalására, megtisztítására és újbóli felszentelésére emlékeznek. A Hanuka a vallási és a fizikai szabadság, valamint a fény ünnepe. Az első gyertyagyújtás december 6-án este történik. Ezen az estén egy lángot gyújtanak meg a 8 ágú gyertyatartón, a Hanukián majd minden este egyel többet. A láng meggyújtásakor első alkalommal 3, a többi napon 2 imát mondanak. A gyertyáknak legalább fél órát kell éginniük, és nem szabad őket világításra használni. Hanuka az öröm ünnepe, ilyenkor sem böjtölni, sem gyászolni nem szabad. A család tagjai megajándékozzák egymást, játékkal, beszélgetéssel töltik együtt az estéket. Rendkívüli biztonsági készültség lép életbe ma Rómában a Szent Év kezdete előtt. Lezárják az olasz főváros légterét és az üzemanyagszállítást is szüneteltetik. Tilos lesz a fegyverek, lőszer, tűzijáték, robbanószer, valamint mérgező anyagok szállítása. Emellett az olyan televíziós vagy mozifilmek forgatását is szüneteltetik, amelyben fegyvereket vagy ezek utánzatait használják. Az intézkedéseket Franco Gabrielli római prefektus, az olasz polgári védelmi volt vezetője jelentette be. A Szent Esztendőt Ferenc pápa nyitja meg. A ceremónián jelen lesz 16. Benedek nyugalmazott pápa, valamint számos olasz és külföldi állami delegáció. Be akar törni a pilótafülkébe egy amerikai útlevéllel rendelkező jordániai férfi vasárnap egy Frankfurtból Belgrádba tartó gépen, majd a repülőgép ajtajának kinyitásával fenyegetőzött, számolt be róla a szerbiai közszolgálati televízió. A férfi az Ausztria felett szálló gép pilótafülkéjén dörömölve azzal fenyegetőzött, hogy zuhanásra fogja kényszeríteni a gépet, majd szándékát bizonyítandó, a repülő egyik ajtaját próbálta meg kinyitni. A többi utas végül lefogta a férfit, akit a belgrádi leszállást követően a rendőrség őrizetbe vett. Ott kihallgatták, a szerb ügyészség pedig veszélyeztetés megalapozott gyanújával 48 órás őrizetet rendelt el ellene. Terrorista indítatású incidensnek nyilvánította a londoni metróban történt késelést a Scotland Yard. 3 utasra támadt egy ismeretlen férfi az angol fővárosban. Az áldozatot a nyakán szúrta meg a merénylő, állapota súlyos, a másik 2 utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Ezt Szíriáért kapjátok, kiáltotta a merénylő, mielőtt megszúrt 3 utast egy londoni metróállomáson. Elektromos sokkolóval terítették le az elkövetőt a helyszínre érkező rendőrök. Őrizetbe vétele után egy közeli rendőrösre szállították. Az incidens London északkeleti részén a Central Metro vonal Leytonstone nevű állomásán történt. Richard Walton terrorcselekménynek nyilvánította a késeléses szombatesti támadást. A Scotland Yard terrorelhárító ügyosztályának parancsnoka szombati éli nyilatkozatában elmondta, a brit belügyminisztérium jelenleg is vizsgálja, hogy a tettesnek volt-e kapcsolata az iszlám állam vagy más iszlamista szélsőséges szervezetekkel. Brit sajtóértesülések szerint az iszlám állam a Párizshoz hasonló merénylettel fenyegette meg Nagy-Britanniát, miután a Szigetország légiereje bekapcsolódott a dzsihadista csoport szíriai állásai elleni nemzetközi hadműveletekbe. Egyébként az államban érvényben lévő terrorkészültség szintje súlyos fenyegetettséget jelent. A világhálóra felkerült egy olyan videó is, amelyben az iszlám állam angolul beszélő tagja géppisztollyal a kezében fenyegetőzik. A felvételen öngyilkos merényletekhez használt, robbanóanyaggal megtölthető övet viselve közli, a bosszú megkezdődött, vér fog folyni, Franciaország csak a kezdet volt. Más nyugati országok elhárítási hatóságai figyelmeztették Londont, hogy az iszlám állam Nagy-Britanniát szemelte ki a következő célpontjának, és merénylet elkövetésére utasította Szíriából származó brit tagjait. Keith Wass, a brit alsóház belügyi bizottságának elnöke az eset után leszögezte, a közel-keleti konfliktus övezetekből hozzávetőlegesen 400 brit dzsihadista térhetett vissza. A munkáspárti politikus szerint mindegyiküket szigorú megfigyelés alatt kellene tartani.
Az Iszlám Állam terrorszervezet követője volt az a házaspár, amely a kaliforniai vérengzést végrehajtotta. Ezt a dzsihadista szervezet internetes rádióüzenetben közölte szombaton. Tashfin Malik és Syed Rizwan Farouk szerdán 14 embert megölt és 21-et megsebesített San Bernardino-ban, egy egészségügyi központban. Néhány órával később mindketten meghaltak a rendőrökkel vívott tűzharcban. Az FBI péntek óta terrorcselekményként vizsgálja a vérengzést. A gyilkosnőről kiderült, hogy Facebook üzenetben hűségesküdtett az Iszlám Állam terror szervezet vezetőjének. Férje állítólag kapcsolatban állt az Al-Qaidához köthető szíriai An-Nusra fronttal. Ha beigazolódik, hogy terrorszervezet nevében követték el a kaliforniai támadást, ez lenne a legtöbb halálos áldozatot követelő terrorakció az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-e óta. It is entirely possible that these two attackers were radicalized to commit this act of terror. And if so, it would underscore a threat we've been focused on for years. The danger of people succumbing to violent extremist ideologies. We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people around the world and in our country to commit terrible acts of violence, oftentimes as lone wolf actors. And even as we work to prevent attacks, all of us, government, law enforcement, communities, faith leaders, need to work together to prevent people from falling victim to these hateful ideologies. Az Egyesült Államok nincs abban a helyzetben, hogy a migrációs válságra előírjon egy megoldást, mondta Colin Balm az M1 aktuális csatornának adott exkluzív interjúban. Globális krízisről van szó, amely különösen nagy kihívást jelent Európában, jegyezte meg a budapesti nagykövet. Leszögezte, hogy Magyarország néhány más országgal együtt a legnagyobb kihívásokkal néz szembe. Colin Balm elmondta, az Egyesült Államok a világ egyik legbefogadóbb országa, amely csak az elmúlt év során több mint 70 országból fogadott be menekülteket, ezért Washington megérti az egyének szűrésének és biztonsági ellenőrzésének fontosságát, mondta. Magyarország az Európai Unió és a Schengeni övezet határát képezi. Valamennyi beérkező személy adatainak feldolgozása a dublini megállapodásnak megfelelően rendkívül nehéz feladat Magyarország számára, és mi ezt megértjük. Nem azért vagyunk itt, hogy bíráljuk Magyarország döntését és azt, hogy hogyan igyekszik megoldani ezt a válságot. Mi támogatjuk az Európai Unió erőfeszítéseit egy átfogó és egységes megközelítés kidolgozásában a válság megoldása érdekében. Emlékeztetünk ugyanakkor mindenkit arra, hogy a menekülteket méltóságuknak megfelelően humánusan kell kezelni, gondoskodni kell biztonságukról. Az Egyesült Államok szemet hunyt Törökország és az Iszlám Állam olajüzletei felett, áll az Orosz Védelmi Minisztérium Facebook bejegyzésében. A tárca videófelvételt is közzétett, amelyen jól láthatóak a Törökország partjai közelében állomásozó tankhajók. A moszkvai lettékesek szerint Washington nem hajlandó észrevenni, hogy a terrorszervezet naftával látja el Ankarát. Amos Hochstein az orosz vádakra reagálva elmondta, Törökország szíriai gázimportja ellenőrzés alatt áll. A külföldi energiaügyekért felelős amerikai illetékes úgy véli, az esetleges feketén történő olajimport nem számottevő és nem jelent bevételnövekedést a NATO tagállamnak. Megölték vasárnap reggel Jemen második legnagyobb városa, Aden térségének a kormányzóját, jelentették helyi források, Jafar Saad tábornok és hat testőre életét. A város Tavahi nevű lakónegyedében oltották ki a merénylők, amikor a kormányzó autókonvojával a hivatalába tartott. Egybehangzó beszámolók szerint öngyilkos merénylő gépkocsival hajtott a konvojba. Korábbi jelentések gépkocsiba rejtett pokolgépről, más beszámolók rakétagránáttal végrehajtott támadásról szóltak. Egyelőre egyetlen szervezet sem vállalta magára a merényletet. A migránsválság elmélyülése és a terrorcselekmények következtében számos ország szigorít menekült politikáján. Németországban a menekült krízis miatt megszervezik a gazdasági bevándorlók hazatelepítését. Belgium az újonnan érkezett idegenek között megjelenő esetleges radikalizmus megfigyelésére menekültügyi és migrációs munkacsoportot hozott létre. Több migráns is visszautazott a görög-macedón határól az aténi befogadóállomásokra. Szombat délutánig 10 busznyi bevándorló tért vissza a görög fővárosba.
Macedónia azért nem engedi tovább a migránsokat, mert nem háborús övezetből érkeznek. Akik a határon maradtak, a végsőkig elszántak. Őket feltehetően erővel fogják elszállítani a helyszínre vezérelt különleges egységek. Hivatalos források szerint hétfő estig kell befejezniük akciójukat a biztonsági erők tagjainak. A balkáni országok mellett Finnország is szigorítja bevándorlás politikáját. Az ott élők szeptember óta többször tüntettek a migránsok érkezése ellen. Azok a bevándorlók, akik Finnországban akarnak maradni, kötelesek elfogadni az ország értékeit, különben távozniuk kell. Jelentette ki Sauli Niinistö, finn elnök. A finn belügyminisztérium adatai szerint az év végéig mintegy 35 ezer menedékkérő érkezhet Finnországba. Korábban a tárca ennél több, 50 ezer menekült érkezésére számított. 2014-ben a bevándorlók száma még csak mintegy 4 ezeret tett ki, idén éveleje óta azonban már több mint 30 ezer migráns érkezett főként Irakból. Többségük Svédországból az északi határon át lépett be Finnországba, de több mint 300-an a finn-orosz határon át érkeztek, a Raja Józsefi és a Szalla határátkelőkön. Líbiában aláírták az egymással harcoló felek a konfliktus rendezési elveiről kidolgozott nyilatkozatot, adta hírül vasárnap az Al Arabiya TV csatorna. A kelet-líbiai Tobrukban működő nemzetközileg elismert parlament, illetve a Tripoli székhelyű iszlamista barát általános nemzeti kongresszus által aláírt nyilatkozat egy 10 tagú közös bizottság felállítását irányozza elő, amely megnevezi majd az észak-afrikai ország átmeneti elnökét és helyettesét, jelentette az Al Arabiya Pán-Arab hírtelevízió. Az országot egykor vezető Muammar Gaddafi 2011-es bukása nyomán Líbia politikai káoszba süllyedt. Tavaly óta két kormány és két parlament működik. A nemzetközileg elismert törvényhozásnak és kabinetnek az ország keleti részében van a székhelye, a másiknak a fővárosban, Tripoliban. Legkevesebb 26 személy meghalt, amikor tűz ütött ki egy Kaszpi-tengeri olajfúró platformon. Egyes információk szerint a lángok még pénteken felcsaptak. Több tucat embert sikerült kimenekíteni, ugyanakkor sokan eltűntek. A tüzet egyes források szerint sikerült azon az éjjelen eloltani. Más források szerint azonban a tüzet mégsem oltották el, sőt a lángok átterjedtek az olaj- és gázfúrójukakra is. Az azerbajdzsáni állami olajvállalat közleménye szerint a tűz annak hatására keletkezett, hogy az erős szélben megsérült a platformon egy gázvezeték. Az Újvidéki Európa Kollégium és a budapesti Tököliánum a magyar és a szerb nép kölcsönös tiszteletének jelképei, valamint a békés együttélés záloga. Ezért a Vajdasági Magyar Szövetség ifjúsági fóruma megdöbbenéssel vette tudomásul a Szerbiai Demokrata Párt ifjúsági szervezetének a konfliktus teremtési kísérletét, áll a VMS ifjúsági fórumának közleményében. Az említett párthoz tartozó fiatalok egy csoportja néhány nappal ezelőtt tiltakozott az Európa Kollégium előtt, azt nehezményezve, hogy a kollégiumban csak a magyar nemzetiségű hallgatók nyerhetnek felvételt. A VMS ifjúsági fóruma közleményében emlékeztetett arra, hogy a felújított budapesti Tököliánumban a budapesti szerb gimnázium tanulói laknak, az Európa Kollégiumban pedig a Magyarországon élő szerb nemzetiségű egyetemisták számára is biztosított a lakhatás újvidéki egyetemi tanulmányaik alatt. A közlemény teljes egészében elolvasható a Pannoner TV honlapján. Elkészült a Magyar Nemzeti Tanács új oktatásfejlesztési stratégiájának a tervezete. A dokumentumot a jövő hét folyamán terjesztik az MNT közoktatási konzultatív testülete, majd azt követően az Oktatási Bizottság elé. A dokumentumban feltérképezik a vajdasági magyarság helyzetét az oktatás szempontjából. Foglalkoznak a bölcsődei és a magyar általános és középiskolai hálózattal. Megjelenik a közművelődési intézmények oktatási jellege és tevékenysége, nyilatkozta Paurel Attila, az MNT Oktatási Bizottságának elnöke a Magyar Szónak. Hozzátette, egyik fő stratégiai céljuk az itthon tanulás, illetve annak segítése az MNT részéről. Emellett a szerb nyelv oktatása is sarkallatos eleme a dokumentumnak. Új elemként pedig megjelennek a szakiskolák, valamint a szakkollégiumi rendszer.
Megtartották a 13. Fekete Mihály matematika emlékversenyt szombaton Zentán a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium szervezésében. Az általános iskolák felsős tanulói és a középiskolák tanulói részére szervezett két levelező fordulóból és egy zárt helyi döntőből álló megmérettetés levezető fordulóira több mint 200-an küldték be megoldásokat. A szervezők 163 diákot hívtak meg a zárt helyi döntőre, amelyen végül 155-en vettek részt. A legeredményesebben teljesítő tanulók tovább jutottak a Nemzetközi Magyar Matematika versenyre. A versenynek két feladata van. Az egyik az, hogy a levelező fordulókon keresztül egy picit tanítsuk a gyerekeket a feladatok kidolgozására és szép leírására. A mai döntőnek viszont a fő célja az, hogy kiválogassuk azt a 20 legjobb magyar általános vajdasági iskolás diákot, illetve 25 középiskolás diákot, akik a Nemzetközi Magyar Matematika versenyeken fogják a vajdasági magyarságot képviselni. A középiskolások nemzetközi versenye Budapesten lesz megtartva március hónapban, ez sorrendben a 25. lesz, az általános iskolásokét pedig az idén Kecskeméten tartják, szintén ahol március hónap folyamán, ez pedig az ő esetükben a harmadik lesz. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Ajándékcsomagokat osztott a Mikulások Osztolányi Dezső Diák Segélyező Egyesületben. Vasárnap reggeli barangolást szervezett a Szabadkai Hegymászó Klub. 110 pálinka főző, összesen 303 pálinkája versengett az idei 15. Nemzetközi Pálinka Fesztiválon, amelynek díját adó ünnepségét ma tartották meg a Zentai Sportcsarnokban. Ünnepélyesen ütötték lovaggá a Szent Miklós Pálinka Lovagrend 6 új tagját, így immár 25-re emelkedett a pálinka lovagok száma. A rend legfiatalabb tagja a zentai Bús Ákos lett. Nagyapjától leste el a pálinka főzés fortéjait. Hangsúly mindenképpen a minőségre helyeződik, mert ugye fontos a minőség. Tehát minőség alatt értjük, hogy a gyümölcs jellemeket és jellegzetességeket visszaadja a párlat. Itt értem magát a gyümölcs és a virággyümölcsnek a jellegét. Az idei pálinka fesztiválra az itthoniak mellett a környező országokból is jelentős számban érkeztek párlatok. A zsűri kategóriánként és országonként is díjazta a legjobbakat. A verseny abszolút győztese a győri Béli Géza szőlőpálinkája lett. Azt gondolom, hogy ez a pálinka, ez az írsai olivér szőlőpálinka már a alapanyagában is egy teljesen különleges, egy teljesen kiváló alapanyag volt, hiszen 2013-ban az írsai olivér szőlő nem csak a pálinkában, hanem a borból is kiváló minősítéseket szerzett. Nagyon jó évjárat volt a szőlő tekintetében. Az almapálinkák idén gyengébb minőségűek voltak a megszokottnál, az egyéb gyümölcsökből készült kisüstik viszont kiválónak bizonyultak. Nagyon gyönyörű pálinkák is voltak, és elmondhatjuk azt, hogy a szőlőpálinkákba, baraszpálinkákba, a megypálinkába, vagy éppességgel a cseresznyepálinka kategóriájába is, és a szilváknál is elég szép mintákat kaptunk, és ezeket a mintákat utána tudtuk is jutalmazni megfelelő érmekkel. A vajdasági pálinkafogyasztási kultúra igen sokat fejlődött az elmúlt években. Ennek köszönhetően mind többen figyelnek oda arra, hogy kiváló alapanyagokból készült minőségi szeszes italokat fogyasszanak. Megérkezett a Mikulás a Szabadkai Kosztolányi Dezső Diák Segélyező Egyesületbe. A vasárnapi Mikulás várás közös rajzolással és barátkozással telt. Az Egyesület két éve szervez különböző műhelymunkákat, többek között a sérült gyermekek integrációjának érdekében. A műhelymunkákat követően átadták a Mikulás csomagokat. Mindenki szép rajzokat készített, így megérdemelte a meglepetést. Szórakoztam, festettem. Mit festettél? Rajzokat. És mit ábrázolnak a rajzok, amiket festettél? Hát, hogy a télapó díszítse a karácsonyfát, meg hogy a rénszarvas az ablakot díszítse. A gyerekek örültek az ajándéknak, örömmel mesélték annak tartalmát. Narancsot, cukorkát,
télapot csak itt, és semmi más. És ezt mind te fogod majd megenni? Igen, meg a testvérem. Megkisadsz belőle? Igen. Zinkler Leon örült a csomagnak, és reméli, hogy estére otthon is meglátogatja majd a Mikulás. Ilyen csomagot. Mikulás csomag. Örülsz-e neki? Igen. Vártad már nagyon, hogy jöjjön a Mikulás? Igen, vártam. Igen, vártam, nagyon vártam. Otthon is jött a Mikulás? Hát még nem, de majd jön ma este szerintem. A gyerekek két hetente jönnek össze az intézményben. A műhely munkákon igyekeznek újra hasznosítható elemekből dolgozni. Tulajdonképpen ezek a gyerekek iskolás gyerekek, tehát zömmel, de vannak óvisaink is, tehát 3 éves kortól 15 éves korig. Tehát volt meghirdetve valamikor, még 2 évnek ezelőtte, hogy ugye van egy ilyen foglalkozás, ahol manóműhelyünk ugye fogadja a sérült gyerekeket is, tehát integráljuk őket tulajdonképpen az egészségesek közé, és ugye ez azóta minden ugye 2 hetente, valami alkalommal összejövünk, és most az ünnep alkalmával jöttünk össze, és itt voltak ezek a gyerekek. A Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület célja segíteni a gyerekeket a közösségbe való beilleszkedésben, és hogy kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget biztosítsanak a számukra. Az idén soha nem látott tömeg gyűlt össze a 15. Palicsi Mikulás futásra. Több mint 700-an tették meg a 1,5 kilométeres távot. Őket éremmel, zsíros kenyérrel és teával, az idősebbeket forralt borral jutalmazták. Az előző évekhez képest a Palicsi Mikulás futáson az idén a hideg idő ellenére is sokkal több résztvevő jelent meg. Ez a Mikulást is örömmel töltötte el. Nagyon megörültem ennek, hogy ennyi sok résztvevő van, és látom a gyerekek örömét is, úgyhogy ez nagy-nagy örömmel tölti el az ember. A rendezvényen az eredmény másodlagos, a jó hangulat és a részvétel a fontos, mivel minden résztvevőt éremmel jutalmaznak. A futáson minden korosztály képviselteti magát. Vannak pici babák, akik még csak tolókocsiban vannak, tehát még nincsenek egy évesek se, és van 80 éven felüli is, úgyhogy mi díjazni fogjuk az első, a legfiatalabbat, a legidősebb résztvevőt és a legszebb kosztümöt. Palics helyi közösség étellel és itallal készült a résztvevők számára. A Mikulás futásban is minden évben részt veszünk, teát biztosítunk, támogatókat keresünk, akik által sikerül zsíros kenyeret biztosítanunk, forralt bor is van most. A Mikulás futást a gyerekek élvezték legjobban. Egész osztályok jelentek meg, és a sportklubok is elhozták fiataljaikat az eseményre. Az egész osztály eljött, majdnem az egész osztály eljött futni. Szoktam sétálni így néha, most kezdtem el az osztállyal sétálni, ilyen gyalogtúrákra. Nagyon tetszik, a testvéremmel úgy futottunk, hogy először lassan, utána futottunk, utána visszafelé sétáltunk, utána itt a célban pedig befutottunk. Már futottam már 10-szer itt. A Mikulás futáson már 10-szer futottam. A szülők is fontosnak tartják, hogy a gyerekeikkel kijöjjenek a szabadba. Nagyon jó rekreációs esemény, ami az egész Palicsot megmozgatja, sőt a városból is nagyon sokan jöttek idén. Kicsit hosszabb volt a táv a szokásosnál, kicsit hideg is van, de azért nagyon örülünk, hogy kijöttünk. A Palicsra érkező gyerekeket játszóház is várta, amit a Palics Magyar Művelődési Egyesület szervezett. Az idén szeretünk volna mi is bekapcsolódni a Mikulás futáshoz kapcsolódó rendezvénysorozatba, és ezért találtuk ki, hogy a karácsonyi játszóházunkat ezúttal nem eldugottan a helyi közösségbe szervezzük, hanem itt, ahol egyébként is top 100 gyerek megfordul a mai napon. A gyerekek különböző játékokat és rajzokat készíthettek a 4 animátor felügyeletével. Hát van ilyen fadarabok, azokat lehet összeragasztani, és ilyen valamiket csinálni belőle. Lehet csinálni ilyen Mikulás fejeket. Ma készítettem fából mérleget, meg most készítettem hurkapálcából, vattából, dióból és papírból. Egy Mikulás fejet, akinek a hurkapálca a teste. A Palicsra látogatók részt vehettek a 2 napos hagyományok téli fesztiválján és tepertősítésen is.
Idén is kiváló hangulatú volt a Zentai Gyermekbarátok Egyesület által szervezett hagyományos Mikulás futás. A gyerekek előbb az Egyesület székházának udvarán a Midnight Dance Club tagjaival közösen melegíthettek be, majd a Mikulással együtt futhatták végig a kijelölt útvonalat Zenta központjában. A résztvevők a helyi önkormányzat támogatásának köszönhetően szerény ajándékcsomagot is kaptak. Azt szeretnénk, hogy a gyerekek a téli időszakban is minél többet mozogjanak, de ha csak így megkérdetjük, hogy futóverseny, akkor sajnos nem jönnek el. Ezért szerettük volna, hogy ha Mikulás futás, akkor a Mikulással együtt futhatnak, akkor mégis nagyobb érdeklődésre fogunk majd találni, és ez már 6. alkalommal tartsuk meg itt a Mikulás futást. Szeretnénk, hogy minél több civil szervezet részt venne, sajnos ez nem mindig sikerül, de a gyerekek létszáma az egyre növekszik, és mindig nagyon nagy az érdeklődés. Nemzetközi LP gáz csúcs találkozót szerveztek Újvidéken. Az esemény fő támogatója az idén 15 éves fennállását ünneplő szabadkai Eurogáz cég volt. A rendezvény célja, hogy a termelők körében népszerűsítsék a dízel és a cseppfolyósított gáz kereszteződéséből létrejött üzemanyagot. Egyre több gazda győződik meg régiónkban a dízel és a cseppfolyósított gáz kereszteződéséből létrejött üzemanyaggal működő traktorok, illetve mezőgazdasági és egyéb gépek használatának előnyeiről, hangzott el az előadás sorozaton. Druga vrlo važna stvar je to što se utiče na ekologiju. Ispuštanje štetnih gasova CO2 se smanjuje za 30 do 35%, što mislim da je vrlo važno, jer vidimo da dolazi do velikih klimatskih promjena. Az új összeállítású üzemanyagot energetikai, környezetvédelmi és gazdasági szempontból is forradalmiként emlegetik a szakemberek. Az európai országok energiapolitikája arra irányul, hogy támogassák ezt a fajta üzemanyagot. Szerbiában ez az energiapolitika nem terjedt még el. Potrošnja tečnog naftnog gasa u Republici Srbiji iz godine u godinu opada. Imajući u vidu da je 2009. godine potrošnja u Srbiji bila oko 380.000 tona, u prošloj godini imamo situaciju da se kreće između 250 i 280.000 tona. Osnovni razlog pada potrošnje tečnog naftnog gasa u Republici Srbiji je akcizna politika koja se vodi od strane države prema ovom energentu. Az új üzemanyagnak vannak további előnyei is, hiszen az LP gáz meghajtású gépek motorja nyugodtabban és csendesebben működik, valamint nagyobb teljesítményt képes leadni, mint a dízel meghajtású gépeké. A magyar női kézilabda válogatott a papírformának megfelelően győzelemmel, a szerb együttes pedig győzelemmel felérő döntetlennel kezdte szereplését a dániai női kézilabda világbajnokságon. Német András válogatottja különösebb megerőltetés nélkül 16-5-ös félidő után 39-20 arányú győzelmet aratott Tunézia ellen. Az ugyancsak az A csoportban szereplő négy alapembere nélkül pályára lépő szerb együttes meglepetésre 28-28-as döntetlent játszott Montenegróval. Az egykori jugoszláv tagköztársaság válogatottja végigvezetett a mérkőzésen, Szerbia egy perccel a vége előtt Krüpes 7 méteresével egyenlített. Az utolsó támadásból megszerezhette volna a győzelmet jelentő találatot déli szomszédunk, de Bulatovics lövését Rissovics szerb kapus hárította. A csoport harmadik mérkőzésén a házigazda Dánia 30-21-re nyert Japán ellen. A mai második fordulóban este 6:30 a magyar és a szerb válogatott csap össze. A Spartacus női és férfi együttese is begyűjtötte a teljes zsákmányt hazai pályán az első liga hétvégi mérkőzésein. A lányok a vajdasági rangadón fölényes 96-79-es győzelmet könyvelhettek el az újvidéki Vojvodina csapata ellen, és ezzel megerősítették helyüket az élmezőnyben. A kékfehérek legjobbja a 22 pontos Angela Zlájic volt, Ráda Vidovic 20, Vida Emese 19, Sladjana Radulovic pedig 16 pontot ért el. A Spartacus férfi együttese megszerezte negyedik győzelmét, miután 28 pontos különbséggel 99-71 arányban legyőzte a belgrádi Beovuk 72 csapatát. A Spartacus legeredményesebb játékosa 20 pontos Alexander Vlahovic volt, még a vendégek soraiból Stefan Fundic 18 pontot ért el. A Spartacus lassacskán távolodik a veszélyes zónától, hiszen ezzel a győzelemmel a csapat feljött a 10. helyre.
Csaknem 30-an vettek részt a Spartacus Hegymászó Klub vasárnap reggeli barangolásán. A 10 és 70 év közötti résztvevők Szabadkáról egészen Palicsig sétáltak. 6 kilométeres gyaloglást szervezett a Spartacus Hegymászó Klub. Az egészséges sétát minden héten megszervezik. Svake nedelje organizujemo šetnje zdravlja i za planinare i za građane, znači za sve oni koji žele da provedu neko vreme u šumi. Uglavnom su nam šetnje ograničene na Kelebijsku šumu i tako, međutim saznali smo za ovu trku, pa su nam predložili da napravimo znači pešačenje do Palića. A sétával az egészséges életmód fontosságára kívánják felhívni a figyelmet. Pešačenje je najbitnije zbog zdravlja. I lekari preporučuju da se šeta svaki dan i najmanje 10.000 koraka bi trebalo napraviti da bi poboljšali svoje imunitet i svoje zdravlje. A szervezők szívesen várják az érdeklődőket, akik fontosnak tartják a mozgást és az egészséges életmódot. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Meggyúlt a második gyertya az adventi koszorún. Megkéseltek 3 utast a londoni metróban. Rendkívüli biztonsági intézkedések és szigorítások számos országban a terrort cselekmények miatt. Megérkezett a Mikulás és futásnak is eredt. Köszönjük figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Maradjanak továbbra is velünk, szép estét, viszontlátásra!